Jöjjetek, boruljunk le, hajoljunk meg, essünk térdre az Úr előtt, mert nagy Isten az Úr. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Imádkozzunk. Örökkévaló és mindenható Istenünk, megalázzuk magunkat előtted, valljuk, hogy egyedül Te vagy Isten, Te teremtetted az eget és a földet és mindent, ami azokban van. Boldogan valljuk, hogy Tiéd az uralom, a hatalom, és legyen egyedül Tiéd minden dicsőség is. Köszönjük gondviselő szeretetedet, aminek jeleivel az elmúlt héten is találkozhattunk. Köszönjük nagy türelmedet, amivel elhordozol minket. Köszönjük, hogy nem bűneink szerint cselekszel velünk, és nem fizetsz a mi álnokságaink szerint. Áldunk téged igédért. Köszönjük, hogy azt az igét, amivel világokat teremtettél, nem vonod meg tőlünk sem. Hálásan köszönjük, ha megérthettünk valamit az írott igéből, a Bibliából az elmúlt napokban, és azon keresztül tanácsoltál, óvtál, feddettél, formáltál minket. Köszönjük, hogyha szánkba adtad a te igédet, és így tudtunk másokat vigasztalni, bátorítani, ha kellett inteni. Magasztalunk szent lelked munkájáért. Köszönjük, hogy munkálkodik bennünk, ó kérünk, hogy munkálkodjék általunk is. Formálj minket most is, ebben a csendben, a te színed előtt megállva, olyan edényekké, akiket megtölthetsz önmagaddal. Olyan nagy szüksége van ennek a világnak, te eljád. Hadd ragyogjon föl a mi nyomorult életünkön valami, a te örök szeretetedből. Hadd jelenjék meg bennünk Jézus Krisztus, a te irgalmas lelkületed. Hadd tudjunk úgy élni, hogy látván az emberek a mi cselekedeteinket, dicsőítsenek téged. Így kérünk, hogy beszélj velünk egészen személyesen ebben a csendben. Világosítsd meg a mi elménket, mert valóban homályos az. Ajándékozz meg engedelmes szívvel, hogy az igének ne csak hallgatói, hanem megtartói lehessünk. Amen. Isten igéjét, amelynek alapján szent lelke segítségével az ő üzenetét hirdetem néktek, Pál apostolnak a korintusiakhoz írott első leveléből olvasom. A korintusiakhoz írott első levél 8. részének 4., 5. és 6. versei így hangzanak. Ami tehát a bálványáldozati hús evését illeti, tudjuk, hogy nincs bálvány a világon, és hogy Isten sincs más, csak egy. Mert ha vannak is úgy nevezett istenek, akár az égben, akár a földön, mint ahogy sok isten és sok úr van, nekünk mégis egyetlen istenünk az Atya, akitől van a mindenség, mi is ő érette. És egyetlen úrunk, a Jézus Krisztus, aki által van a mindenség, mi is ő általa. Kedves testvéreim, augusztus 20-a alkalmából sok értékes visszaemlékezés, elemzés és előremutató program hangzott el a különböző ünnepségeken. Több előadó hangsúlyosan emlegette, hogy nem csak önálló államiságunk 1000 éves, hanem a kereszténység felvétele is. Némelyek nagy eredménynek tartják az úgynevezett keresztjén Európához való csatlakozásunk tényét. Közben én arra gondoltam, hogy vajon mennyiben nevezhető keresztjénnek ez a mai Európa, és vajon hogyan lehetne befejezni a mi országunkban a kereszténységhez való csatlakozást. Mert úgy tűnik, 1000 esztendő kevés volt ahhoz, hogy a mi népünk valóban keresztjénné váljék. Mert hát mit is jelent ez a szó, hogy keresztjén?
A Krisztus névnek a melléknévi formája ez. Krisztus görögül így hangzik, hogy Krisztos, és az ebből képzett melléknév a Krisztiánosz azt jelenti, hogy Krisztusi, Krisztushoz hasonló. A Cselekedetek könyve 11. részében olvassuk, hogy Antiochiában nevezték először Jézus Krisztus tanítványait Krisztusiaknak, Krisztiánoszoknak. Miért? Mert olyan jellemmel találkoztak bennük az emberek, amihez hasonlót addig nem láttak. Mert nagyon hasonlítottak ahhoz a Krisztushoz, akiről mindig mindenkinek szívesen beszéltek. Az egyik ókori pogány író följegyzi, hogy sokszor újjal mutogattak rájuk, hogy nézzétek, hogy szeretik egymást. A szeretetnek valami olyan formája jelent meg a keresztény közösségekben, ami addig ismeretlen volt. Mindnyájan olyan Krisztus forma, Krisztus féle, Krisztusi, Krisztushoz hasonló emberek voltak. Ezért hát elnevezték őket krisztiánoszoknak, vagyis krisztusiaknak, keresztényeknek. Csak zárójelben hadd jegyezzem meg, hogy a keresztjén és a keresztény szó jelentése között semmi különbség nincs. Csak azért terjedt el nálunk ez a két változat, mert a kereszténység először keletről, szláv közvetítéssel érkezett meg ide, és ott ismerik a lágyító jelet, így lett a keresztján, keresztjén szó, ami elterjedt, aztán később a nyugati kereszténységben a keményebben ejtett keresztény változat érkezett meg, de semmi jelentésbeli különbség a kettő között nincs, viszont egyik sem a kereszt szóból származik, hanem Krisztus nevéből. És azt jelenti, hogy Krisztusi, Krisztushoz hasonló. Nos, éppen ez a kérdés, hogy vajon ilyen Krisztushoz hasonló emberek lettek-e a mi őseink, amikor fölvették a kereszténységet. Milyen volt az ő hitviláguk? Annyit tudunk, hogy tisztelték az öreg Istent, ami azt jelenti, hogy a nagy Istent, öregapó, az ma is azt jelenti, hogy nagyapó. Azután ismertek valamiféle női istenséget, és ismertek bizonyos mítikus alakokat is, akiktől az égből lehetett segítséget várni. A történészek azt mondják, hogy ennek a női istenségnek a tisztelete őrződött meg a nálunk különösen is mélyen meggyökerezett Mária kultuszban, lásd például a Nagy Boldog Asszony elnevezést. Amikor István apja Géza fejedelem keresztjénné lett, megkeresztelkedett, akkor utána is gondosan ápolta régi vallását, mondván, ő olyan gazdag, hogy megengedheti magának, hogy két Istent is szolgáljon. Szent István törvényei már egészen evangéliumi szellemben fogalmazódtak, ő megtiltotta, hogy bárki is két Istennek szolgáljon, és kényszerű keménysége ellenére is valóban keresztény szellemben igyekezett berendezni az országot. Ez azonban nem jelentette azt, hogy az emberek gondolkozása, jelleme, hite, erkölcse valóban krisztusivá vált. Formálisan, külsőleg keresztényeknek látszottak, de a lelkületük maradt olyan pogány, amilyen volt. És a szomorú az, hogy ezek a pogány elemek a mai napig ott húzódnak tömegek lelkének a mélyén. Ráadásul felerősíti ezt most az az új pogányság, ami elárasztja Európát, és ami folytogat bennünket is. Ezért mondottam azt, hogy be kellene fejeznünk a keresztjénnél lételünket. És meg kell találniuk azoknak, akik valóban szeretik ezt a mi népünket, annak a módját, hogy hogyan válhat ez a nép tömegeiben is, gondolkozásában is, a szíve mélyén is, valóban krisztusivá, keresztjénné. Mert miért is nevezték Antiochiában keresztjéneknek Jézus tanítványait?
mi jellemezte őket? Az, hogy rendkívül komolyan vették a szentírást. Az élet gyakorlatukat minden tekintetben Jézus tanítása szerint rendezték be, és újra ahhoz igazították. Láthatóan élt bennük a feltámadott Krisztus. Ő formálta át őket, és ő hozzá hasonlítottak. Jézus Krisztus az ő lelkével tisztította, vezette, és megtöltötte őket úgy, hogy másoknak is tudtak értelmesen, világosan, meggyőződéssel beszélni arról, hogy nincsen senkiben másban üdvösség, és nem adatott emberek közt az ég alatt más név, amely által megtartatunk, csak a Jézus Krisztus neve. Jézus Krisztus kizárólagosságát hittel vallották abban a pogány sok Isten imádó tengerben. Ezért a hitvallásért, ha kellett, szenvedést is vállaltak. Világított az életük a pogány sötétségben. Hol vannak ezek az ismertető jegyek a mai úgynevezett keresztjének életében? Az úgynevezett keresztjén Európában éppen ezekben a hónapokban is az egyház is harcol azért, idézem, hogy a heteroszexualitás kényszere alól felszabadítsa az embereket. Vagyis, hogy elérje, hogy ne csak egy férfi és egy nő lehessen egymásba szerelmes, kössön házasságot és éljen nemi életet, hanem két férfi együtt is, meg két nő együtt is. Mert milyen szörnyű megkötöttség az, aminek a kényszere alól fel kell szabadítani az emberiséget, hogy csak egy férfi meg egy nő élheti ezeket a dolgokat elismerten és legálisan. Aztán a keresztjén Németországban, Luther Márton hazájában az elmúlt hónapokban tiltottak be egy természettudományos dokumentumfilmet, mert az megkockáztatott ilyen állítást, hogy az úgynevezett fejlődés elmélet, evolúció, tudományos bizonyítékai hiányosak, és sok tudományos kutatás eredménye arra utal, minthogyha ez a világ mégiscsak valamilyen teremtés folytán állt volna elő. A másság tolerálása, amit lépten nyomon hallunk, a gondolkozás szabadsága, csak arra vonatkozik, hogy gátlás nélkül áradhatnak a csatornákon az erőszaknak, az emberölésnek, a pornográfiának a reklámjai és ábrázolásai, de a teremtés bibliai gondolatát vallani nem megengedhető ma Európában, a reformáció hazájában. Több ország van, ahol keresztény iskolákban sem szabad kitenni a tanteremben a falra a keresztjelét, mert sértheti az esetleg ott tanuló mohamedán, buddhista vagy ateista gyerekek személyiségi jogait. Mintha a Bibliában nem lenne ilyen mondat, amit maga az Úr Jézus mondott, hogy tegyetek tanítvánnyá minden népet. De nem kell nekünk ilyen messzire mennünk, kis hazánkban sem jobb a helyzet. Az a pogányság, ami ránk árad most, nyitott kapukat talált nálunk, a maga horoszkópjaival, tréningjeivel, okkult mesterkedéseivel, hazug jelszavaival, szerencsejátékaival, önmagunkat és a sok Isten tisztelő különféle kultuszaival, azzal a végletes szabadossággal, azzal az élfajhász, pénzsóvár, mohósággal és telhetetlenséggel, ami tönkretesz házasságot, családot, barátságot, egészséget, hitet, erkölcsöt, nemzetet, mindent. 30 évvel ezelőtt még csak olyan képeket lehetett látni, amit minden vasárnap reggel láttam, mikor a lakásunkból a gyülekezetbe gyalogoltam, ahol szolgáltam, hogy a nagy nehezen megszerzett kis autóját istenítette az, akinek már volt.
És ez a kedves szomszédunk ott térdelt minden vasárnap délelőtt, a kis autó előtt, rendbe tette, cicomázta, hogy aztán délután valahova elmehessen vele. Szabályos kultusz volt az, kultikus mozdulatokat tett, lehet, hogy ezt csak én vettem észre, neki ez természetes volt, annál nagyobb baj, ha észre sem veszi az ember, hogy valami bálvánnyá lesz az életében, és az Istenként tiszteli. De ma ugyanezzel a hódolattal áldozik sok-sok ember a televízió képernyőjének, és föláldoz érte pihenést, nyugodt étkezést, meghitt családi beszélgetést, föláldozza az éjszakáját, és hajnalig nézi sok magát keresztjénnek valló ember is, hogy hogyan kell embert ölni, egymást becsapni és paráználkodni. És a szomszédszobában ugyanezt csinálja a gyereke a számítógép képernyője előtt, és ő is tanul embert ölni, egymást becsapni és paráználkodni. Hajnalig mind a ketten. És ez föl sem tűnik, hogy mennyire az Isten helyére került valami. De ismerjük mi a gyermek áldozatot is, hiszen százezrével öljük meg a magzatainkat, a kényelem, a remélt jobb mód, az utazás vagy a félelem oltárán. És mennyiben keresztjén az a nép, amelynek a férfiai több nejűségben élnek, mint ahogy itt körülöttünk sokan, lehet, hogy nem egyidejűleg, de egymás után, és amelynek az asszonyai közül sokan gátlás nélkül lefekszenek, hol az egyik főnökkel, hol a másik szomszéddal, elkezdve ez sokszor már süldő lánykorukban. Magukra és másokra temérdek nyomorúságot zúdítva ezzel. És aki nem hajlandó ezt csinálni, azt a keresztény társadalom udvariasan megveti, vagy esetleg otthon a saját rokonaitól kell sokféle molesztálásban szenvednie. Nem csoda hát, ha augusztus 20-án elhangzott először az imádság, és Istentől kértünk áldást a népünkre, azután elhangzott az imádság és az ének a női istenséghez, majd Csaba királyhoz fohászkodott az ünneplő sokaság. Megfél minden szépen egymás mellett, úgy, mint Géza fejedelem idejében. És mindez fel sem tűnik az ezer éve keresztjénné lett tömegeknek. De nem kell nekünk kilépnünk a templomból sem. Szeretném megkérdezni, ki az itt most közöttünk, aki valóban hiszi a Bibliának csak ezt az egyetlen mondatát is, amit itt most felolvastam. Tudjuk, hogy van sok Isten és sok Úr, nekünk azonban egyetlen Istenünk az Atya, akitől van a mindenség, mi is ő érette, és egyetlen Urunk a Jézus Krisztus, aki által van a mindenség, mi is ő általa. Vagyis ki az, aki hiszi, hogy a világ mindenség, az élet, az ember úgy állt elő, ahogy az Isten szent igéje leírja, Isten teremtő akaratából, Isten teremtő szavára. Ki hiszi ezt közöttünk így, mindenféle magyarázkodás, meg szűkítés nélkül, ahogy a Biblia elénk adja. Egy csomóan nem hiszik közületek, testvérek. És ki az, aki hiszi azt, hogy Jézus Krisztus valóban örök Isten, aki már a teremtéskor közreműködött, aki által van a mindenség, ezt olvastuk. És ki hiszi azt, hogy az Isten elleni lázadásunk miatt mi annyira tönkrementünk belsőleg, hogy le kell írnia az apostolnak, nincsen én bennem, azaz a testemben semmi jó. Egy csomóan ezt nem hiszik közületek. Különösen, ha ennek a konzekvenciájáról van szó, hogy akkor ebből az következik, hogy magukat keresztjénnek tekintő emberek tömegei tiltakoznak ez ellen. És ezt a tiltakozást le is írják, sőt, le is öntik még keresztjén mázzal is.
És úgy jönnek ki az ilyen visszásságok, mint az előbb abból a német dokumentumból idéztem, úgy kezdődik, hogy mivel Isten kegyelme felszabadít minket minden kényszer alól, ezért tiltakozunk a heteroszexualitás kényszere ellen. Feje tetejére állítjuk a dolgokat, és úgy vesszük, mintha nem lenne feje tetejére állítva. És mivel a kiindulás téves, minden elmélet, ami téves kiindulásra épül, csak tévedésekhez vezethet. És mindezt tömegek nem veszik észre. És ki hiszi azt, hogy ebből a teljes elesettségből, amiben mi kerültünk, egyedül Jézus Krisztus emberré létele, kereszthalála és feltámadása szabadíthat ki minket. Hogy ő nélküle nincs megoldás az ember számára. Ki hiszi Jézus kizárólagosságát, mint üdvözítőjét, szabadítójét? Ez ma egyenesen udvariatlanság, ez diszkrimináció más elméletek vallóival szemben, ha mi Jézus kizárólagosságát valljuk, ha hisszük azt, hogy amit ő mondott, az nem hazugság, és ma is érvényes, hogy senki sem mehet az Atyához, csak én általam. Ezt ma egyházon belül sem népszerű vallani. Hol van az a nagy kereszténység, amire mi olyan könnyűszerrel hivatkozunk úgy, hogy közben talán fogalmunk sincs arról, hogy ez azt jelentené, hogy Krisztushoz hasonlóan, krisztusi módon gondolkozni és élni. Ami aztán át kellene, hogy járja az egész jellemünket is, egész életünket is. És ki az, aki úgy él, hogy az élő Krisztusnak felelős mindenért, amit mond, tesz vagy elmulaszt, aki egyszer dicsőségesen visszajön, és mindenről számot kell adnunk neki. Hát ha ezt mi komolyan vennénk, akkor adott esetben egészen másként viselkednénk. Ha ezt valaki komolyan alkalmazná, akkor nem ilyen lenne az életünk, hanem valóban krisztusi. Mennyiben különbözik nekünk egy vasárnapunk, mint a környezetünk félpogány átlagemberének? És mennyiben különbözik a mi beszédünk a körülöttünk hangzótól? És mennyiben más egy esti családi program otthon, mint a pogányoké? Jellemző az, hogy először is csendet teremtünk, aztán kiöntjük a szívünket egymásnak, aztán odaállunk, mint család Isten elé, neki köszönjük meg, amit tőle kaptunk, tőle kérünk tanácsot a döntésekhez, aztán békességben és szeretetben nyugovóra hajtjuk a fejünket, hogy reggel pihenten folytassuk azt a munkát, amit ő bízott ránk. Valahogy így szokott zajlani az esténk otthon. Ez lenne a keresztjén, legalábbis annak egy változata. Ez lenne a krisztusi, ahol ő határoz meg mindent, ahol ő van a középpontban, ahol benne örvendeznek, és előtte való felelősségben élik az életüket az emberek. Ha mi ezt komolyan vennénk, nem ilyen lenne az életünk, testvérek. Akkor keresztjén lenne, krisztusi lenne. Vajon ráismerhet-e bárki is a szelíd és szeretetteljes Krisztusra, abból, hogyha lát minket idegesen kiabálva, amikor felbosszantott valaki minket. Az antiohiai tanítványokra ránéztek, és azt mondták, hogy ezek olyan Krisztus formák. Vajon, ha mirejánk néznek ma emberek, akkor Krisztusra ismerhetnek-e? És vajon megkívánják-e a Jézus békességét nem ismerő, de arra vágyakozó pogányok, a vele való közösséget, ha egyszer is megfordulnak a mi otthonunkban. Ez lenne a természetes, hogy ott ezzel találkoznak, és azt megkívánják. És vajon mondta-e már valaki neked, hogy kicsit furán gondolkozol te, mint keresztjén, de én is szeretnék úgy hinni, mint te. Én tudom azt, hogy sokaknak mondták ezt már mások. És itt közöttünk is vannak olyanok, legyen áldott érte az Isten, akiknek az életét látva, a bizonyságtételét hallva, megkívánták a körülöttük élő pogányok az igazi Krisztus követést. Csak hogy ebben kellene növekednünk, és ezt a nagy lehetőséget Jézus mindannyiunk számára megnyitotta. Ennek naponta történő eseménynek
lehetne lennie. És akkor lennénk mi igazán ő elmutató keresztjének, az ő tanítványai. Ennek az igének az is nagy örömhíre, hogy nem kell tovább ilyen félpogány módon élned, ahogyan élsz. Nem kell úszni azzal a szennyes árral, amelyik magával akar sodolni minket. Jézus ma is megtartó, Jézus személy szerint szeret minket, Jézus kész összeköltözni velünk. Sokféle szellemi vihar közt, meg ebben a szennyes árban meg lehet kapaszkodni ő benne. És aki ő belé kapaszkodik, és ő hozzá ragaszkodik, azt ő megtartja minden körülmények között. Azt ő felülemeli ezeken a veszedelmeken, annak ő egyre teljesebben kijelenti magát, az beágyazódhat ebbe a vele való hitbeli közösségbe, az az ember minden vihar és lelki-szellemi földrengés közepette tapasztalhatja, mit jelent az, amit Jézus így mondott, hogy én ti bennetek, ti pedig én bennem, én elrejtőzhetem ő benne, ő pedig körülvesz engemet és betölt az ő szent lelkével, magához tesz hasonlóvá, és egyre jobban használ Isten dicsőségére és másoknak a javára. Ez a pogány világ ilyen krisztusi emberek után sóvárog. És ha egyel is találkozik, hálás érte, és sokszor magasztalja az Istent. Ha nagyon röviden kellene összefoglalni azt, amit Isten ezen az igén keresztül engedett megértenem, az így hangzik, légy végre keresztjén. De a szó eredeti, bibliai értelmében. Lehessen rád is, Krisztusra ismerni, ha téged néznek. Jelenjenek meg rajtunk Jézus Krisztus jellemvonásai. Éljen bennünk valóban hitáltal a Krisztus. Vegyük végre komolyan azt, amit Jézus mondott, hogy szükséges újonnan születnünk. Szükséges, hogy az ő élete megszülessék bennünk, és aztán kibontakozzék. Álljunk félre mindig újra ő előle, nem mit akarjuk el őt, hanem engedjük, hogy ő növekedjék nagyra bennünk, és fedezze el a mi sokféle nyomorúságunkat, és így felragyogjon a mi gyarló életünkön is Isten dicsősége. És akkor majd komolyan hinni fogjuk, és másoknak is meggyőződéssel tudjuk vallani, hogy van sok Isten és sok Úr, egyre többet gyárt magának az ember. Végső soron minden ember a maga istene és ura akar lenni, 6 milliárd isten és úr szaladgál ezen a világon, nekünk azonban, mondja a Szentírás, egy istenünk van, az Atya, aki teremtette a mindenséget, benne minket is. És egy urunk van, a Jézus Krisztus, aki által létrejött a mindenség, és mi is ő általa. Aki ő általa valóban új teremtéssé lett, az ebben a pogány, meg félpogány világban is ragyogni fog, világítani, mint ahogy Pál apostol egy másik levelében írja, mint csillagok az éjszakában. Ezért hát minket is erősít most, hogy hatalmasan erősödjetek meg a belső emberben, ehhez meg kell születnie előbb a belső embernek, a hitáltal bennünk élő Krisztusnak, és lakozzék Krisztus hitáltalati szívetekben, a szeretetben meggyökerezvén és alapot vévén. Antiochiában is kevés igazán krisztusi ember keresztjén volt, de az sóvá vált ott a nagy pogány tengerben, és áldássá lett másoknak is. Soha nem leszünk többségben ezen a világon, ezt Jézus előre megmondta. De aki a maga helyén világít, azon keresztül Isten nagyon sok áldást adhat másoknak. Vállaljuk-e ezt az utat? Fejeződjék be a keresztjénnél létel előbb a mi életünkben, aztán majd Istennek gondja lesz arra, hogy rajtunk keresztül áradjon ez, és tovább terjedjen másokra is. Imádkozzunk! Istenünk, megvalljuk, hogy olyan sok mindennel áltatjuk mi magunkat. Magasra fejlesztettük, hogy képesek legyünk önmagunkat és másokat becsapni.
és néha megpróbálunk még téged is félrevezetni. Dicsőítünk azért, hogy téged nem lehet. És hálásan köszönjük, hogy segítesz abban is, hogy magunkra ismerjük leleplezett képmutatásunkat, meg akarsz tisztítani mindentől, ami látszat, ami hamisság, és a szívünk mélyén akarsz egészen újjáteremteni minket. Köszönjük, hogy világokat teremtő szabad, képes arra, hogy minket is újjáteremtsen. Könyörülj meg rajtunk, és segíts ma odaállnunk a te világosságodba. Hadd lássuk meg, mi az, ami életünkben, ami idegen tőled. Leplezd le a bálványainkat, és adj bátorságot kidobálni őket az életünkből. És adj nekünk szív szerinti alázatot hódolni előtted. Egyedül téged vallani Istennek, és ennek megfelelően tisztelni, és törvényeidet komolyan venni. Köszönjük, hogy a te törvényeid nem nehezek. Az az új élet, amit a tieidbe helyezel, az örvendve engedelmeskedik törvényeidnek. Ajándékozz nekünk is ezt az új életet. Könyörgünk ma különösen a mi népünkért. Ez a maroknyi nép valóban porlik, mint a szikla. Gyilkos és öngyilkos erők pusztítják minden oldalról. Megvalljuk bűnbánattal, hogy sokat vétkeztünk mi ellened. Nem mások, nem az eleink, nem azok ott fönt, hanem mi. Bocsásd meg azt a te mérdek káromkodást, házasságtörést, intézményesített tolvajlást, a pusztításnak és önpusztításnak számos formáját, a te szent napot semmibevételét, törvényeit sálba taposását, gőgünket, önzésünket, amivel méltán kihívjuk haragodat ellenünk. Hisszük, Urunk, hogy a te irgalmad a felhőkig él, és a te hűséged az égig. Légy irgalmas nekünk, Jézusért. Egyedül őt valljuk közben járunknak. Egyedül az ő érdeméért könyörgünk, ne bűneink szerint cselekedj velünk. Adja mi népünknek jövendőt, tőled elkészítettet. Te légy az élő Urunk, Jézus Krisztus, aki a mi népünk körében is a vakok szemeit megnyitod, a foglyoknak szabadulást adsz, a szegényeknek evangéliumot hirdetsz, és lelki ébredést támasztasz. Segíts előtted megalázkodnunk, és egyedül tőled várni mindent. Így könyörgünk az evangélium terjedéséért. Könyörgünk, hogy a te szent lelked munkálkodjék, és te magad támasz új életeket az evangélium hirdetése nyomán. Köszönjük, hogy ezen a nyáron is olyan sokan vehettek részt csendes heteken, csendes napokon. Kérünk munkálkodj hatalmasan most azok közt a férfiak közt, akik tegnap mentek el ilyen napokra. És te kíséld el azokat a nagy családos testvéreinket, akik ma indulnak. Legyen a te igéd új életet támasztó, és az új életben megerősítő hatalom. Könyörgünk a nyomorultakért, nélkülözőkért, álvákért, betegekért, kétségbe esettekért, reménytelenekért. Köszönjük, hogy neked minden lehetséges. Az is, ahol a mi tudományunk, meg türelmünk már véget ér. A te irgalmadat mutasd meg nekünk sokféleképpen. És kérünk, beszélj velünk ma még ezen az igén keresztül. Tedd egészen világossá mindannyiunk számára, hogy mi az, amit mi valóban hiszünk, úgyhogy azt megismerjük vallani, akkor is, ha kórusban mondják az ellenkezőjét, hol gyenge a mi hitünk, és kérünk, erősítsd meg ott, és hol él bennünk is rejtett pogányság, kérünk, szabadíts meg és tisztíts meg attól. Köszönjük, hogy minden személyes gondunkat is eléd hozhatjuk. Olyan jó, Atyánk, hogy te pontosan ismered mindannyiunk terheit,
könnyeit, kudarcait, félelmeit, bűneit, és olyan jó, hogy számíthatunk a te bűnbocsátó szeretetedre, megerősítő hatalmadra, szabadításodra. Kérünk, hogy mutasd meg ezeket nekünk a jövő héten, és az eljövendő időben is, egyre nagyobb számban. Minket pedig formálj valóban krisztusi, keresztény gyermekeiddé, akik áldásul lehetünk a környezetünknek. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Maga pedig a mindenható Isten tegyen titeket erősekké, szilárdakká és álhatatosakká. Övé a dicsőség örökkön örökké. Amen.